Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfrost.hu-ról, a kezemben pedig a Huawei G7-es, és hogyan tudunk belépni a gyári recovery-be esetleg, hogyha valami valósul el, és szeretnénk egy resetet nyomni, ugye magára a szoftverre. Akkor nagyon egyszerű dolgunk van, ugye itt jobb oldalon van nekünk egy hardveres hangerőszabályzó és egy bekapcsoló gombunk, ilyenkor egyetlen egy dolgunk van, a bekapcsoló gombot és a hangerő felfelét kell folyamatosan nyomva tartani, amíg be nem kapcsol a telefon, és hogyha meglátjuk a Huawei logót, akkor elengedjük a bekapcsoló gombot, és a hangerő felfelé gombot nyomva tartjuk. Folyamatosan nyomva tartjuk. És be is jött nekünk a recovery, hogyha meglátjuk ezt a logót, akkor elengedhetjük a hangerő felfelé gombot, és már itt is vagyunk a gyári recovery-ben. Valójában itt láthatjuk, hogy van nekünk egy ilyen menünk, ugye egy rendszer újraindítás, ugye update-et rakhatunk fel SD kártyáról, vagy ugye törölhetjük az adatokat is, gyári állapotban rezetelhetjük a szoftverünket, úgyhogy a hangerő lefele és fölfele gombokkal tudunk navigálni a menüben, és a bekapcsoló gombbal hagyhatjuk jóvá műveletet. Hogyha itt rájövök mondjuk arra, hogy gyári rezet, akkor megnyomom a bekapcsoló gombot. Itt megkérdezi tőlem, hogy nem tudom változtatni, nem tudom visszacsinálni, hogyha választom a műveletet, én azt mondom, hogy factory reset, úgyhogy rányomok szépen a bekapcsoló gombbal, és el is indul a művelet. És akkor egy ilyen kis kör állapot jelzi, ugye EMUI felirattal jelzi nekünk, hogy éppen hol tart a művelet. Úgyhogy nagyon egyszerű belépni a gyári recovery-be, ugye egy kicsit fordítva kell mondjuk, mint a G620-esnél. És ha meg is van, akkor már csak nyomunk egy újraindítást. Varga Tamás voltam ezzel a kis érdekességgel, hogy a Huawei G7-esnek a gyári recovery-jébe hogyan tudunk bejutni. Sziasztok!